Dr. Budó Juliennával beszélgetünk, aki a Sapientia Egyetem tanára Csíkszeredán. És egy izgalmas kutatást hozott. Én most először azt szeretném megkérdezni, hogy úgy általában mi az első benyomása az internet használat alakulásáról? Mennyire optimista, mennyire pesszimista? Én kutatóként szinte meg sem engedhetem magamnak azt, hogy ilyen egyéni hozzáállással viszonyuljak a témához, hogy mennyire vagyok én pesszimista, vagy mennyire vagyok én optimista. Oktatóként már lehetnének, vagy szülőként ilyen meglátásaim, de mivel az ember annyira a kutatói szemüveggel nézi a körülötte lévő dolgokat, és főleg egy ilyen antropológusi beütéssel, mint az enyém, hogy minden helyzetben egyfajta megfigyelőként vagyok jelen, ahol azt nézem például, hogy az internet az hogyan működik egy sajátos szociokulturális közegben, annak különböző szegmenseiben, például az iskolában, vagy a családban, milyen magatartások alakulnak ki ennek az új eszköznek és ennek a digitális világnak a működése kapcsán. Tehát számomra tulajdonképpen minden egyes találkozás az internettel, az internet használattal, az inkább a saját világommal való újbóli és újbóli találkozás ennek az eszköznek, vagy ennek a világnak a kontextusában. Az előző napon, amikor így hallgattam a különböző kutatóknak az eredményét, beszámolóit, akkor általában valóban ugyanez a tárgyilagosság, tehát ők sem engedhetik meg maguknak nyilvánvalóan, hogy optimisták vagy pesszimisták legyenek, de azért voltak olyan adatok, például a Kósa Évának nagyon érdekes volt, hogy az előadásában ő egyfajta, nem is optimizmus, de egyfajta nyugalmat sugalt, hogy hát nem történtek olyan drasztikus változások, amitől az emberek óvva intették többieket, szülőket, hogy hú, most nagyon oda kell figyelni a dologra. Viszont például itt a poster sessionben pedig kiemelte az, hogy hát az egészen kicsiknél, az óvodás korúaknál viszont igenis vigyázó szemeinket erre a témára kell vetnünk, mert bizony az óvodások azok adott esetben halmozottan ki vannak téve az internet, az új média veszélyeinek. Ilyen jellegű vészharang, kongatás, vagy hát legalábbis mondjuk valamifajta figyelemfelhívás, az került-e be a prezentációba, került-e be a kutatások alapján? Vészharangszerűen nem. Nem. De úgy igen, hogy akár a pedagógusok körében, akár a szülők körében készítettünk interjúkat, mert sok ilyen készült a kutatásunknak a folyamán. Tehát bármelyik csoporttal beszélgettünk. Nyilván, hogy számukra nagyon gyakran, vagy szinte kizárólagosan az internet veszélyei és esélyei, a lehetőségei, a negatívumok, a pozitívumok, az esetleges hátrányok vagy az előnyök jelennek meg. De nagyon érdekes, hogy szinte végig ennek a kettősségnek a mentén folyik a mérlegelés. Mert akár a pedagógusokról legyen szó, akár a szülőknől, mindegyikük nagyon jól tudja azt, hogy ez egy olyan eszköz és egy olyan lehetőség, amelynek a használatától, illetve amelynek a kihasználásától nem lehet eltekinteni. Tehát ritka az, aki kimondottan csak a veszélyes oldalát látja ennek a tényezőnek. Tehát látják a veszélyeit, érzékelik azt, hogy a gyerekeik ki vannak téve ennek, illetve a tanítványaik, de oly módon halmozódhat ez a veszély, hogy ők maguk nem ismerik eléggé ezt a világot. Uh-huh. Tehát inkább ebben látjuk, vagy ebben tűnnek a kutatási tapasztalatok figyelemre méltónak, hogy hogyan próbálnak reflektálni arra egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával, hogy mi lehetne az ők feladatuk, vagy mik lehetnének az ők lehetőségeik arra nézve, hogy amennyiben fönnállnak ezek a veszélyek, ezeket mérsékeljék. Az a rosszabb helyzet, amikor valaki nincs is tudatában annak, például, hogy egy fiatal, bármennyire is az eszköz használati készségei jobbak, mint például a szülői vagy a pedagógusi, de kevésbé van tisztában azzal, hogy minek van kitéve, illetve hogyan védekezhet adott esetben. De a mi kutatásaink annak ellenére, hogy ezeknek a fogalmaknak a mentén is megyünk időnként bizonyos típusoknak a megalkotásában, viszonyulás kategóriáknak a kihámozásában, hogy veszélyek és esélyek, de nem elsősorban csak erre, illetve nem kimondottan erre koncentrál. De tényleg az, hogy ezt nem lehet elkerülni, hogy erről is ne beszélni, hogyne. És hogy a téma kapcsán, főleg a fiatalokról, gyerekekről, vagy minél kisebb gyerekről van szó, annál inkább előtérbe kerül a veszélyeknek a
a kitettségnek a témája. Saját munkámhoz kapcsolódóan elsősorban most nekem egy érdekes másik diotómia került így nagyon a figyelmem középpontjába. Nem annyira a veszélyek, lehetőségek, sokkal inkább a magabiztosság, bizonytalanság. És ugye ön is említette ezt, hogy bizonyos tekintetben bizonytalanok, de úgy általában egyébként az internet használatban mennyire jellemzi a szülőket, tanárokat, diákokat a bizonytalanság? Hogy mennyire magabiztosak, mennyire gondolják azt, hogy amit csinálnak, abban teljesen jók, és a veszélyekről arról meghallanak, és azzal kapcsolatban meg bizonytalanok, mert esetleg nem szembesültek még vele. Na, mert csúnya hipotézis is rögtön igen, bele hát komponáltam a kérdésbe. Ez egyébként nagyon, nagyon megoszlik, tehát nem lehet egy teljesen egységes képet festeni, hogy például a Székelyföldön, ahol dolgozunk, akkor ott ilyenek az emberek, illetve ilyenek a pedagógusok és ilyenek a szülők. Azt hiszem legalább olyan szélesen szóródik a szóródtak a vélekedések, a biztonságok és a bizonytalanságok, mint ahogyan máshol is. Nagyon, az viszont jellemző pedagógusokra is és szülőkre is, és a gyerekek vélekedéséből is, mert őket is nézzük, nem csak a szüleiket, meg a tanáraikat. Tehát nagyon nyilvánvalóan ki derül ez a különbség, mindenki tudatosítja ezt, hogy tényleg megvan ez a generációs különbség, ez a sokat emlegetett betűk eljelzett generáció közti különbség, és hogy ezeket nagyon nehéz ledolgozni, több szempontból is. Most gondolok a mi térségünkben például arra, hogy az otthoni közegben még mindig nagyon erős ez a szülő-gyerek közti aszimetria, ez a paternalista viszony. És akkor például a családot, a szülőket nagyon erős kihívásként éri az, hogy megjelenik ez az eszköz. Tehát ez az első kihívás, ami az eszköz megjelenését kísérte. A második, amit most már nagyon jól lehet követni napjainkban is, hogy az eszközhasználat az iskola által még inkább megerősödik a családban. Vagyis magyarán szólva arról van szó, hogy az iskola egyre többet használja ezt az eszközt, és egyre több olyan feladatot is ad a gyerekeknek, amelyek otthon elvégezendők az internet segítségével. Ez nagyon jó, de hogy Magyarországon nagyon sokat tiltották ezt a... Hogy ezek szerint Erdélyben ezt a tiltófázist, ezt átugrották? Ez a tiltás, ez honnan érkezett? Hát volt nálunk nagyon sokáig az, hogy az iskolákban általában, amikor megérkezel, akkor tedd le szépen a telefonodat, és nem is használhatod. Hát, tehát ez ilyen házirend szintjén. Itt arra gondoltam, hogy igen, hát meg sokféle változat van, az is megvan, hogy egy ilyen szigorúbb tiltás, engedékenyebb magatartás, még engedékenyebb magatartás. De most kimondottan arra gondoltam, amikor a gyerek úgy megy haza az iskolából, hogy van neki megoldandó feladata, amit az internet segítségével kell, amihez kell használnia az internetet, mert azon kell valamilyen információt keresnie, vagy valamilyen konkrét feladatot megoldania. És ez óriási kihívás a szülőnek, mert ő ahhoz szokott hozzá, hogy a gyerek tevékenységére rálát, azt szabályozza, azt irányítja egyfajta ilyen paternalista, aszimmetrikus helyzetből, de itt már érzi, hogy kevésbé tudja gyakorolni ezt a szerepét, mert ha már az iskola is, tehát most már nem csak arról van szó, hogy a gyerek ott ül a kütyű mellett, és nem lehet őt onnan elzavarni, vagy csak nagyon drasztikus módszerekkel lehet ezt elírni, hanem ha már iskolai feladatként került ez bele a családi közegbe, abba a kontextusba, ahol eddig úgymond a szülő szava volt a döntő, akkor nehéz számára már ezt átlátni is, nehéz e fölött szabályozási elveket kialakítani. Tehát a szenioritás az ugye alapvetően sérül ezzel. Igen, tehát azért mondtam azt, hogy nagyon érdekesek ezeknek a magatartás mintáknak a kialakulásai, a változásai, és ezek most mind olyan szemünk előtt zajló folyamatok, amelyek a kutatónak igazán nagyon sok feladatot adnak, és ez, amiről itt most példákat mondtam, ez az otthoni szülői közeg, ez egy nagyon friss dolog. Ahogyan próbáltunk mi is tájékozódni ez irányba, kiderült, hogy hát a nemzetközi szaklapokban is most kezdnek megjelenni az első ide vonatkozó tanulmányok, nagyon fontosnak tartják a témát, tehát az intenzitás, az érdeklődés iránta nagyon megnőtt, de viszonylag még a kezdetén van, azt mondják a kutatók, hogy még igen keveset tudunk arról, hogy mi történik otthon. Pedig ez az a hely, ahol a legtöbbet interneteznek a gyerekek, és ahol gyakorlatilag az első lépéseket megteszik, efele.
és jó lenne, ha többet tudnánk erről. De minden napokban mi is azt tapasztaljuk, hogy a szülőnek ez a direktív, irányító szerepe az, mintha visszaszorulna. Igen. Tehát, hogy a gyerekek sokkal önállóbbá válnak, sokkal kevésbé fogadják el az autoritást, inkább egy peerként tekintenek a szülőre is. Tehát akivel meg tudják osztani ezt a dolgot jó esetben, nyilvánvalóan. Hú, ezek nagyon izgalmas átalakulások. Hogyha 2-3 mondatot össze kellene foglalni, hogy ugye van mindig ez a tanulmány, bocsánat, van mindig ez az ajánlás, ami a konferencia végén megszoktunk fogalmazni, hogy mik lennének azok az üzenetek, vannak-e ilyen üzenetek, vagy ismételten a kutató szemlélődő attitűdjével inkább azt mondaná, hogy nem annyira operatív. Kiknek szóló üzenetek lehetnének hát ezek? Ez különböző döntéshozók, különböző stakeholdereknél, tehát hogy ez a kormányzattól kezdve bárkinek. Igen, hát ezt nagyon alaposan át kellene gondolni, de amit itt most hirtelen, ami most eszembe jutott, olyan semrég fejeztem be az előadásomat, és ott például beszámoltam röviden arról még számunkra is, még a mélyebb feldolgozás előtt álló kutatási eredményről, hogy amikor azt kérdezzük a szülőktől, hogy mi az elvárásuk az iskola irányába, akkor, vagy egyáltalán van-e ilyen, akkor amikor a gyerekek helyes internet használatát tartjuk szem elől, akkor az derül ki, hogy nagyon magas. Tehát például fölmerült akár az is, hogy legyen egy kooperáció, és ennek direkt formáit is akár meg tudnák nevezni, hogy az oktatás, illetve a szülők kis kapjanak az iskola részéről oktatást, tájékoztatást, arra nézve, hogy hogyan kell ezt a folyamatot végigvinni. Tehát például nagyon fontos lenne akár ajánlásként ezt a kooperációt megfogalmazni, azt, hogy milyen, ki kellene találni ennek a módjait, mert ez nem olyan egyszerű, de tudatosítani azt, hogy például a szülőben milyen hihetetlenül magas az elvárás, hogy a maguk bizonytalanságait enyhítsék. Mert érzik, hogy a felelősség igen nagy, azt is tudják, hogy nem tudnak elég ennek megfelelni, és nagyon jó lenne számukra az, hogy valahol egy megbízható, intézményesített támogatottságot érezzenek maguk mögött, amely által ezt a saját felelősséget meg tudnák osztani másokkal. Hú, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, már bocsánat, nem tisztem minősíteni, de nagyon egyet tudok vele érteni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.